Az igazi változatosság a visegrádi négyek faluja volt. Tudod, a lengyel sátorban minden pörög és minden tökéletes. Festhetsz csípeszt, aztán a sátorban megnézheted a kiállítást a lengyel találmányokról, mint például a színes fényképről. A látogatók megismerhetik cserkész játékainkat, és megtudhatják, miket játszottak a lengyel cserkészek a világháború előtt. Szóval ez egy gyors történelmi áttekintés. A szlovák sátorba is betekintettünk. So at the beginning we are playing one of our favorite skull games. It's called Pipi and Wawa, and I think. Először a kedvenc cserkészjátékunkat játsszuk, amit az emberek nagyon élveznek, különösen a sárban, amikor mindenki piszkos lesz. Az esőben bent játszottunk olyan játékokat, amikor jobban megismerhették egymást. Needs to come closer, and I think people get to know each other better. A lengyeleknél nagyon nagy hangulat szokott lenni, folyamatosan táncolnak, meg folyamatosan szól a zene, épp mögöttünk is játszanak, ez is azért azt jelzi, hogy itt megy a program. A másik meg a konyhasátor. Finomak is a kaják, és sok is van, és ez mindenkinek tetszik. Turo Rudi, the Hungarian food in the kitchen tent. It was, well, good experience for me. Yesterday there started a big fight. Tegnap nagy harc folyt a bramburékokért. Vicces volt, hogy az emberek az én főztömért harcolnak. For my food that I've prepared. A magyar sátor méltán népszerű volt. Csináltunk fűzálló gyufát, és most hímezhetnek mindenféle magyar motívumot, meg dobálhatnak patkót. Játszhatnak népi játékokat, láthat ugye posztereket, meg képeket Magyarországról, a magyar cserkészetről, a kultúránkról, van népviselet. Ez egy látásjavító szemüveg, és azt hiszem, hogy ez volt a legnépszerűbb ilyen látnivaló itt. Ezt mindenki nagyon lelkesen felpróbálta, sőt, nagyon sokan el is akarták vinni. Ezután benéztünk a csehekhez. They can staple here with wire and stone and make his own tree or fish or something like that. Nálunk lehet kézműveskedni, csinálhatnak fát vagy kavicsot is, továbbá kipróbálhatják a Merkur nevű tipikus csejátékot, valamint az amerikai indiánoktól tanult cserkészjátékot is. Originally game of Native Americans, but Czech scouts bring it to Europe. A vízi programnál egy kevésbé ismert Dunahága neveztek a résztvevők. The water is very hard. We need to do some exercises. Nekem nagyon tetszett, én most vesztem először. Mikor már a csónakban voltam és éreztem, hogy könnyen siklik, akkor már jó volt. Először vesztem, egy kicsit fárasztó volt, de mókás. De volt, akinek nem volt elég a vízből. A tündérág az nagyon tetszett, az ilyen kis kanyargós, kis szűk ösvény, az nagyon mókás volt, de még az eső még jöhet, hát ha még kapunk egy vidámságot. Hányadik alkalommal voltál most? Igen, és melyik volt eddig a legjobb nap? A táborban naponta volt szentmise, és mindenki gyakorolhatta a vallását. Pipi végrendeletéből idézek most már sor. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiúkorotokban egészségessé és kitartóvá fejlesztétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtam. Színpadon minden nemzet kis bemutatkozó műsort adhatott. Sziasztok! Hello everyone! Mint láthatját, a Szlovákiát két cserkészszövetség képviseli. A Szlovák Cserkészszövetség
és a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. E két szövetség még soha nem lépett fel együtt, tehát történelmi esemény szemtanúi vagytok. Nyedotrnya, nyedotrnya, potrnyuva vissza. Azok élik világukat, akiket te nádak. Tomonopi, nyeszáreti, opi, vava vissza. Akár merre tapogatok, csak falat találok. Zinedine Zidane, le footballeur, ok? Saludum eira da sama questo udani de manas nastura so sha pas udani de senza mano adura la go con la vida oh vaya dia oh vaya tinishki mailan dan lali haban. Lássuk, hogy érzik magukat a táborlakók a programokon. It's very nice, the weather is really nice. Jó az idő, bár tegnap kicsit meleg volt. And today it rained a little bit, but it's good. Ma éppen szociális programon voltunk, kertet csináltunk, illetve takarítottunk ki. Tegnap pedig a vízi program volt, szerintem eddig az volt a legjobb program. Nekem az éneklés és a tánc tetszett a legjobban, szuper volt. A szociális gondozás segítettünk, az nagyon jó volt. Azt gondolom, hogy akik most például cserkész táborban vannak, és nem mások mondjuk egy ilyen baromi jó fesztiválon, ahol már lehet, hogy ilyen késői órán halkan dülöngélő fazonokkal lehetne találkozni, azoknak nem kell különösebben magyarázni, hogy az értékrend az nem olyan, hogy valami foggal körülme ragaszkodni kell hozzá az ember, így is, hogy ragaszkodunk hozzá, hát azzal azonosulunk, az vagyunk mi. Ettél-e már puliszkát? Persze, mi készítettük. Forró vízbe beletesszük a málélisztet, ezt keverjük, hogy ne csomósodjon meg, utána pedig sózzuk, és miután kivettük, a túróval megszórjuk, és úgy összekeverjük. Don't leave at home your friends. Kívánom, hogy a tábor végén szép emlékekkel térjetek haza, és hogy az itt született barátságok kitartsanak a következő táborig. Az erdélyekkel nagyon könnyű a többiekhez képest, bármit rájuk lehet bízni, simán raknak tüzet esőben is. Még a svájciak például ezen nagyokat pislognak, hogy ezt hogy csináltátok, srácok, mi történt. Gyakran bejönnek az altába, hogy na, akkor hol van a részesek gyorsító? És megmutatjuk neki az asztalt, ugye ezt neveztük el így. Mindenki kíváncsi rá, híre ment a táborban, és a vendégek is azzal kezdik, hogy ide jönnek és megnézik, hogy mit alkottunk itt. A csehek hozzá voltak szokva, tehát ők nagyjából hasonló körülmények között táboroznak. Többieknél voltak meglepődések, tehát ők amikor ránéztek az zuhanyzóra, akkor kérdezték egybe, hogy hogy oldjuk meg ide a meleg vizet. Many hearts won't beat, many scouts won't dream.